Szinte pontosan egy éve jelentették be a BlizzCon rendezvényén, hogy készül a World of Warcraft újabb kiegészítője, amely eltörli az élők és holtak közötti határokat. Az előrendelések alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy még egyetlen WoW kiegészítőt sem vártak ennyire a rajongók. Reméljük, nem tologatják már a megjelenést, és az októberről novemberre tolt startot fixnek vehetjük. Az azeroti csata végeztével Lady Sylvanas minden írott és íratlan törvényt áthágva elpusztította a Lich King koronáját, amely tettével megsemmisítette az élők és holtak határa között húzódó határvonalat. A Shadowlands négy markánsan eltérő zónára van osztva, amelyeket értelemszerűen négy egyedi problémákkal hadakozó szövetség irányít, és ők uralják a felfedezésre váró területeket. A mennyországra hajazó Bastion ad otthont a Kyrian szövetségnek, míg az ellenpólusként is értelmezhető Necrolord frakció tagjai Moldraxxus kopár pusztulásra ítélt földjén gyülekeznek. A tündérmeséket kedvelőknek a Nightfang nyújthat menedéket, míg a gótikus misztikum iránt epekedőket a Sinfoldban otthonra talált Ventől fogadja tárt karokkal. A csoportok ugyan átjárhatóak, de azért valaki mellett le kell majd tennünk a voksunkat, főleg, hogy eltérő bónuszokat és képességeket adnak. A négy említett zónán kívül egy kiinduló pontként és a végjátékbani szerepet kapó területet is kapunk, ez pedig a MOU, amely gyakorlatilag a túlvilág börtöneként funkcionál, illetve egy kifejezetten újoncoknak szánt Exile Reach elnevezésű helyszín is beépítésre kerül. A választott szövetség bázisára látogatva érhetjük majd el az átalakított küldetéstáblát, vásárolhatunk felszerelést és fejlesztéseket, na meg a grindolásból is visszavettek, és természetesen a legendás tárgyak sem maradhatnak el. A megépítésükhöz szükséges komponenseket Tógas tornyában találhatjuk meg, amelyet egyedül vagy legfeljebb ötöd magunkkal mászhatunk meg. A sztori küldetések mellett természetesen a megszokott raidek és dungeonek sem maradnak ki, a fejlesztők rengeteg kapcsolódó tartalmat ígérnek, lesz bázisfejlesztés, és még a klasszikus fajokat is megpimpelik kicsit. Az új kiegészítőt érezhetően nagyon komolyan veszik a srácok, hiszen sokak szerint a WoW kemény mag megmaradása tét, akik az utóbbi időben kicsit elhanyagolva érezték magukat, de a Blizzard remélhetőleg a Shadowlands-el megtalálta számukra a titkos receptet.